A Rákospataki kerékpár és sétáló út megépítését már évek óta ígérik, de nem történt semmi. Kőbányai lakosként, a Mi Hazánk 9-es számú választókerületének képviselőjelöltjeként szeretném, hogyha az ígéret valósággá válna. 2017-ben már elkészültek a tervek, de Kőbánya területén még mindig nem történt semmi. 2020-ban a kőbányai bringások számára az önkormányzat kezdeményezett egy találkozót, ahol mindenről beszélhetnek. Ideje volt már, hiszen a legutóbbi ilyen találkozó, ahol kikérték a bringások véleményét, 2009-ben történt. Ezen a 2020-as találkozón ígéretet kaptunk arra, hogy 2022-re elkészül a kőbányai rész. A mindennapi mozgás az egészséges élet egyik alapfeltétele. Azonban az ilyen esős idő, mint ami most is megfigyelhető, ellehetetlenít minket, bringásokat. A sárban elakadunk, így sürgetjük a kerékpár út megépítését itt Kőbánya területén. Azonban az elkészülése mellett további javaslattal szeretnénk élni. Azért állok itt a kőbányai, Rákosmezei királydomb előtt, mert a patriótáknak köszönhetően 2020-ban sikerült elérniük azt, hogy ez a terület nemzeti emlékhelyé legyen nyilvánítva. Adjon helyet az emlékezésen túl a kőbányai kerékpár útnak egy pihenőhelyének is. Itt játszótér, padok, ivókutak legyenek, minden, ami egy pihenőhelyen lennie kell. További javaslatunk, hogy a Dunától ne pusztán Budapest közigazgatási határáig készüljön el ez a kerékpárút, hanem egészen el Gödöllőig, ahol a végállomás vagy a kezdőpont szolgálhat egy hatalmas nagy zöld területtel. El kell mondani, hogy a Mi Hazánkkal mi a bringások mellett vagyunk. Az, hogy tavaly Karácsony Gergely esztelen és sok esetben életveszélyes kerékpár sávjaival szemben felszólaltunk, az nem azt jelenti, hogy a kerékpárosok ellen vagyunk. A Mi Hazánk a bringások mellett van.